Tulajdonképpen az ember azt gondolná, hogy a híresség csarnokában minden eredményes sportoló így úgy amúgy bekerül. Látni a mostani névsoron, az elég sok az idős. Úgyhogy a játékosok azok hót kivételek, mind ahogy az is kivétel, hogy eddig még olyan nem volt, hogy team. És team néven, de egyénileg kerül be mind a hat játékos. Megjött a transit, értünk. Transit. Okay. Ez hogy a... Csak bezárja magát az automata. Igen, csak már egy... Oda Tessék? Lazán, hát melyet bárki mondhatta volna. Annyi, olyan sok emlék van, hogy igazából nem szeretném egyiket se a másik elé helyezni. Mondjuk ez egy pillanatig nem lepett meg, hogy a KSS egyetlen történetre nem emlékszik. Tehát, és mondott egy ilyen szép klisét, köszönjük Tomi. Tudni kell, az első válogatott edzés az ilyen tehetségkutató jellegű, akkor vagyunk 40-en, 50-en. De akkor már látjuk, hogy ki az, aki ki fognak esni egy jó részében, kik azok, akikkel jó beszélgetni, meg jó együtt edzeni, és olyan passzokat kapok, amiket én is szeretek adni. Úgyhogy ez így elég hamar megerősödött ez a mag. Imádtam az úszodát, leginkább, ha most azon gondolkozom, hogy mi fogott meg az úszodába, akkor a társak. Jó hangulat az, hogy gombfocisztunk, hogy bujócskáztunk, hogy ott maradtunk edzés után órákat a vízben még kiszorítózni, ilyenek, ilyen pici dolgok. Szokták mondani, hogy a kiskorban szinte a sapka tartja fönt a gyerekeket a víz felszínén. Hát én olyan régóta ismerem a Szécsi Zolit mondjuk a BVSC-ből. Még 2 évvel ezelőtti felújítása a BVSC úszodának Zuglóban már ott mi edzettünk. Egy-egy kapufánál vagy védésnél télen mentünk egy nyitott medencébe, a térdigérő hóba, ködbe, sötétbe a labdáért. Vadászpilóta akartam lenni. Nem csak szerettem volna, akartam. Nem is sportoltam vízilabdát 14 éves koromig, úgyhogy azért nehéz volt, de hát eljutottunk idáig. A fiatalokról mindent tudtam, több oknál fogva. Egyrészt, mert jó részük KS is volt a fiataloknak, és én komó gyerekedzőként, még amikor még játszottam a felnőtt komóban, de gyerekekkel már foglalkoztam, szerveztem ilyen egyik nyáron komóban, másik nyáron Budapesten ilyen csere edzőtáborokat, családoknál lakással, ez a klasszikus. És jó néhány játékos megismertem 12-13 éves korában, akik később aztán a válogatottban játékosaim lettek. Mindig úgy voltam vele, amikor gyerekként vízilabdáztam, hogy nem olimpiai bajnok vagy világbajnok akartam lenni, hanem a csapaton belül akartam
a legjobb lenni. Volt egy bizonyos Kásás Tamás nevű sportoló, aztán volt egy Steinmetz Barna, akkor az a Vári Attila, Székely Bulcsú, Hesz Máté, tehát kapásból elsoroltam néhány nevet. Nyilván mi rettegtünk a Barnáék, Papeszékfél 75-ös korosztálytól, amikor 12-13-es kisrácok voltunk és betettek minket, mint tehetséges fiatalokat. Aztán ez a különbség persze jön 15-16 éves korunkra elfogy. Mielőtt a válogatottban játékosaim lettek, az azt megelőző 2-3 évben, amikor már a felnőtt csapat edzője voltam, akkor én azért annyira voltam alázatos, hogy kijárkáltam az éves rendes nagy világversenyre, EB, VB vagy olimpia, 92-től egészen 95-ig minden évben, saját költségemen, ezt csak azért húzom alá, mert a dolgok valószínűleg nem véletlenek. Hogyha nekem volt szerencsénk egy-egy kapufával, akkor azt gondolom, hogy az is benne lehetett, hogy az edző az a nyaralása rovására, meg a pénztárcája rovására, amikor edző lett, akkor fejlődni, javulni akart, és a világversenyeken gyűjtött tapasztalatokat. Az első bajnoki érmemet a Kásival, amikor nyertünk, azt a Horkai Györgytől kaptam például. Tehát ott már elkezdődött, hogy azért itt vannak olyan elődök, ráadásul pontban közös is volt, akihez már viszonyítani kell magunkat. Elmentem az utánpótlás világversenyekre is, az pedig nyilván ott volt ez a családi kötődés, hogy az utánpótlás kapitány az édesapám volt, én a komu edzője, de ahogy időt tudtam szakítani, én néztem az ő meccseiket, vagy Olaszországban volt tornájuk, egyszer Bressában, egyszer pedig effektíve Komóban, ott is láttam az összes srácot. Tehát nem csak, hogy láttam őket játszani, hanem jól ismertem őket személyesen. Később már a teljes utánpótlás válogatottat. Soha nem néztem nagyon előre. Hát amikor bekerültem junior válogatottba, vagy junior hát utánpótlás válogatott a 92-ben 14-15 évesen, akkor nekem nem az volt a célom, hogy az első kapust kiszorítsam, hanem először a harmadikat. Milyen meccset játszanak ebben a stadionban? Kézilabda, csak én régi szabályom szerint. Tehát 2003 databánya, edzőmeccs a szlovákokkal, 11-11. Ha jól emlékszem, mi elégedettek voltunk, a Dénes kevésbé. És utána a tatai edzőtábor, amikor visszamentünk, volt egy megbeszélés, amit a Dénes nagyon komolyra akart venni, és egy ideig ez ment is, amikor megkérdezte, hogy ebben a teremben ki a világbajnok. A Kásás apuka, meg a Dömper. Most tudni kell, hogy Dömper az a Dénes vadászkutyája volt, aki kétszeres világbajnok volt. De ezt nagyon kevesen tudták. És ebben a pillanatban tudtam, hogyha néztem a padlót, haraptam a számot, és ebben a pillanatban tudtam, hogyha most fölnézek, és valakivel sikerül összetalálkoznom a tekintetünket, azok közül, akik tudják, hogy ki a Dömper, akkor abból botrány lesz. Fölnéztem, és pont a Kásás Tomi tekintetét kaptam el, és azt hiszem, hogy úgy elkezdtünk nevetni, mint még soha azelőtt, és a megbeszélés botrányba fulladt. Azért itt jó sok fiatal jött egyszerre. Hát ebből az 6 emberből én vagyok a legidősebb, és mikor ők bekerültek a válogatottba, akkor én már elég régóta ott voltam, és azért átéltem sok mindent. És amit ők hoztak pluszt, az mindenképpen az volt, hogy nem volt a fejükben az, hogy ki lehet kapni. Amit én kitűztem az első olimpiai ciklusra, az az olimpia aranyérem volt. Ami azért eltért az elődök célkitűzéseitől, már amit ide jutott hozzám. Én ezt a játékosokkal rögtön az elején tisztáztam, hogy én ebben hiszek is, nem csak azért mondom, mert jó hangzik, hanem hiszek is. Abban is hiszek, hogy most a csapat nem az egyértelmű esélyese, ha ma lenne az olimpia. Már ezt mondtam 97. januárjában, amikor elkezdtem dolgozni, de van rá 4 évünk, hogy megmutassuk először is magunknak, utána pedig nyilván a szurkolóknak, meg a
vízilabda világnak, hogy mi ténylegesen az egyik esélyese leszünk Sydneyben az aranyéremnek. És amikor leszállt a Sydneyben a repülő, akkor minket azok között emlegettek, akik megnyerítik a Sydney aranyat. A nagy dolog szerintem az volt, hogy az idősebbek és a fiatalok nagyon intelligens módon kapcsolódtak össze. Nem volt nagy korkülönbség, hát ezért akkor Zoli volt a legidősebb, de mondjuk a 72-es korosztály, illetve a 6-os, ez 4 év, az még nagyon nagy egyforma érdeklődési kör. Tehát még nagyon, nagyon úgy kezdődött az egész, hogy senkinek nem volt családja, gyereke, ugyanazt akartuk, ugyanaz volt, hogy együtt el tudjunk menni egy edzés után, vagy egy meccs után. Nem éltették át a fiatalokkal, az idősebb játékosok azt, amit annak idején ők kaptak az akkori idősebb játékosoktól. Oh, wow! Oh my God! Ide mondjuk egy kis faházat felhúzhatnánk oda a sarokba, pont lehet. Can I come here? What is it for here? What? You are a smoker. Ottól ültünk, az is tökéletes lett. Közel volt, megettem a büfé. Hát Sevillában volt egy... Egy érdekes dolog, mert eléggé babonásak vagyunk, de ott a döntő előtt, amikor két bevásárló kocsival toltunk haza 400 üveg sört, úgyhogy talán aznap volt a döntő. Meg mást is nem kisebb. Az azért elég nagy magabiztosságot mutatott, hogy jól érezzük magunkat hazafelé, majd a repülőn meg a buszon, mert elég hosszú út volt, reggelig tartott, és ha jól emlékszem, én reggelig énekeltem is a busz hátuljába. Ez volt igazából az első nagy győzelmünk, és hát akkor még nem tudtuk, hogy azért lesz még sok utána, és én pedig akkor 97-ben már jó régóta vártam, úgyhogy meg is ünnepeltük rendesen. A Csiszolatlan Gyémánnál azért talán többek voltak már, hiszen 15-16 évesen az OB1-be gólokat lőttünk mindannyian a saját pozíciómban és a saját csapatunkban. De mégis tudta, hogy a fegyelem, a csapategység, a taktikai nagyon fontos alapok, és az újdonság esetleg bevezetése az mindig fontos, de ezen belül hagyott minket játszani. Tehát nem azt mondta, hogy te 32 centiben menjél balra abban a helyzetben, és ott így álljon a kis ujjad, de ne úgy, és mit csinálsz, hanem ezt tudta, hogy ezeket mi tudjuk. Nagyon összepasszolt az ő személyisége ezzel a csapattal. Nem akart rákényszeríteni túl nagy taktikai repertoárt, hagyta azt, hogy a játékosok kibontakozzonak, a tehetsége kibontakozzon. Ez az élni és élni hagyni is egy kicsit játszott ebben. Ő az elején a pedagógiai módszereivel kitűnt szerintem a mezőnyből, nem csak itt van, hanem nemzetközileg is. Egy egyszerű vízilabdát játszottunk, de az edzésmódszerek valóban nagyon, nagyon már olaszosak voltak, tehát én is ott éltem, látom, hogy ezek nagyon átjöttek. Egy apróság miatt is olyan üvöltözést és balhét csapni, ami ilyen világra szóló dirdur volt, és tudott nehéz helyzetben, amikor azt hittük, hogy most fejmosás és nem tudom milyen nagy szentbeszéd lesz, akkor pedig két mondattal, egy poénnal, egy röhögéssel, és tényleg azzal, hogy na akkor rendelünk magunknak valami finomat enni, és iszunk egy sört hozzá. Tehát nem odaillő dolgokat néha bedobni annak érdekében, hogy ez azt a folyamatot éppen leállítsa. Bizonyos szinten felnőttként kezelt ezt a fiatal csapatot, tehát például nem volt takarodó. Ez egy újdonság volt, hogy azt mondta, hogy profi játékosok vagyunk, akár meg lehet inni egy sört is, de nem éltünk ebbe soha vissza. Ha egyszer-egyszer visszaéltünk, akkor meg is kaptuk rá a büntetést. Nyitottak voltak bármilyen ötletre. Legkevésbé voltak nyitottak arra, hogy 6-7 órát fogunk edzeni, de mondjuk elfogadták, mert az volt a célunk, hogy ezeket az eredményeket, amiket én az előbb mondtam, ezeket elérjük. Nyilván a köztes eredmények is fontosak voltak, de mondtam nekik, hogy én már az első évtől kezdve az olimpiára készülök annyiban, hogy a csapat átlag életkora az lehet, hogy az első éves világversenyre
talán egy kicsit még fiatal, de úgy gondolom, hogy akkor lesz ideális, amikor majd eljutunk Sydneybe. Ennek ellenére sikerült rögtön az első évben megnyerni a sevillai EB-t. Ilyen szülő-gyerek viszony volt, és nagyon erős volt benne a szeretet, akár a játékosok közötti szeretet, akár a Dénes és a játékosok közötti szeretet. Ezt egészen 2004-ig nyugodtan mondhatom, hogy így volt. Ezt az egyet kérték. Én meg időpontra nem emlékszem, de a Vodafone dolgozóival játszottunk egy meccset. Abban az évben minden meccset megnyertünk. De a harmadik negyed végén vesztésre álltunk. Begy Gyuri volt a center, és a Dénes megyre idegesebb lett a parton, hogy még mindig ők vezetnek, és mindjárt vége a meccsnek, nem hozhattunk ilyen helyzetbe magunkat, és aztán kiegyenlítettünk, mondta, hogy jó, akkor most lőjük egy gólt, és avval le is fújta. Nehogy véletlenül még egy Vodafone ellen is kikapjunk, úgyhogy ez jellemző volt erre az időszakra, hogy hát nem szerettünk kikapni. Fú, nagyon sok mindennek össze kellett jönnie. Nyilván fantasztikus tehetségű játékosokról van szó, hihetetlen jó képességű játékosokról van szó, de talán ami miatt mi kitűntünk a többiek közül, vagy amiatt sikeresek lehetünk, az egész csapatnak az intelligenciája, vagy a mentalitása az, hogy tényleg alárendeltünk mindent a vízilabda érdekében. 7 óra edzés van, és nem kétszer másfél óra, mint amikor még én voltam játékos. Azaz, nem lehet már nappali egyetemre járni, most is csomó játékosnak doktorral kezdődik már a neve. A játékosok már abban volt, aki a harmadik diplomáját végezte, akkor azért látszott, hogy itt ezek a játékosok nagyon tudatosak, és nagyon tudják, hogy mit akarnak, és ez nem csak az uszadán belül van, hanem akár a környezet, abban, ahogy éltünk, ahogy viselkedtünk, ez egy nagyon, nagyon szerencsés időszak volt. Ilyen 10 éves koromban már kiderült, hogy olyan gerinc problémáim vannak, ami miatt vadászpilóta már nem lehetek. Maximum civil pilóta, de akkoriban a pilótaképzés Magyarországon még elég, hogy mondjam, szűk kört érintett, úgyhogy maradtam a mindenféle mateknál és fizikánál. Reggel a repülőtéren kérdezte, hogy mit kérek, és nem tudom, 9:30 volt, és én mondtam, hogy egy sört. Úgy láttam, kicsit megdermed, de utána jól vett az akarát, meg kettőt kérte magának, és úgyhogy első világesemény, hát most reggel van, hát semmi gond nincs. Én csak azt kértem tőle, hogy a játékostársakat ne tisztelje túl, ha gólhelyzete van, akkor ne keresse azt, hogy odaadja a Gergőnek, vagy a Kásának, vagy a Papesznak, hanem lője be. És ez volt az én elképzelésem, erre kértem, hosszan sem magyarázom. Te jól lősz, jól úszol, csináld, amihez értesz. És azt mondta, jó, ez így meggyőzően válaszolt. Akkor mondtam, hogy na akkor cappuccino, te is? Azt mondja, én egy sört. Abban például tudtam, hogy meg fogja csinálni. Ez úgy adódott, hogy a Peti összebútorozott a Gergővel az elején, és szerintem a mai napig most is együtt laktam. Talán így maradtunk, vagy így osztottak be minket. Nem emlékszem rá. Még azt tudom, hogy 99-ben nem együtt voltunk.
Lehet, hogy az olimpia volt az első, de lehet, hogy a világkupa még 99-ben, az Európa-bajnokság után. Ő jobban szokott erre emlékezni, hogy ha jön, majd jön, akkor kérdezd meg tőle. Az biztos, hogy több mint 500-szor aludtam a Petivel. Az egy komoly kapcsolat már. Én szerintem az volt, egy picit lehet, hogy a Peti új volt, a Peti egy vadló volt a dzsungelből, a pusztáról, hiszen ő Miskolcon nőtt föl az avasi lakótelepen, ahol azért történtek vele dolgok kamaszkorában, hogy szépen fogalmazza. Majd amikor megjelent Egerbe hosszú hajjal, bőrkabátba, fülbe valóval, akkor se az a Peti volt, akit ma ismerünk, pedig akkor már másodosztályból, első osztályból fölérkező játékos volt. És aztán amikor az első edzésére jött, és azt érezte, hogy tudta, hogy neki van-e helye, meg alig tudtunk hozzászólni, hiszen nagyon nem ismertük egymást vele. Ahhoz képest szerintem nagyon nagyot változott ő, mi kisebbet felé, de nem volt ellentét, csak nagyon más világ volt az a dolog, hogy 6-8 éves korunk óta ismerjük egymást a csapat egy részével, hogy pedig egyszer se láttuk életünkbe szinte. Én nem beszéltem olyan sokat, ő viszont szeretett volna. Ezt azért lezártam mindig egy ilyennel, hogy igen, nem, de lehet. Péternél az volt a veszély, velük egykorú volt, de utána később kezdett polozni, két évvel később lett stabil tagja a csapatnak. Peténél meg volt az a veszély, hogy esetleg túltiszteleti, indokolatlanul tiszteleti az akkor már tényleg nagy csillagokat, mint a Kása, a Pesz, a Gergő, Rajmi, Timi, bárki, miközben a Péternek a játék olyan módon, hogy őnek ezt senkit nem kell tisztelni, mert ha valakit észrevett, hogy tisztán áll, azt bármikor megjátszotta, mert az a vérében volt. Ha viszont gólhelyzetben volt, azt meg bátran elvállalta, csak én az elején tartottam, hogy esetleg lehet benne ilyen, mert ez a fiatalok előfordulhat, de nem volt. Pár év hátránya volt az ismerettség tekintetében, és aztán a tehetsége meg a tudása aztán abszolút így bele a csapat közepébe lőtte, mint egy nyilvesszőt. Így aztán ez egy boldog házasság volt kettőnk között. Legutolsó olimpia aranyunknál ott például kifejezetten azt kerestem, hogy egy-két párt kivéve mindenhol a poszt azonos játékosok legyenek egy szobában, ezzel is erősíteni úgy a csapat lelki egységét. Ami nem mondjam arra. Tomi, vedd a tovább! Gombrelli nem írtad! Vezze mekkora óra kutyába! Szecska, tehetséges vagy! Meg szóriák! De nem kell a végén fogni, középen fogd a labdát. Hát nem kibaszom, amint a akna bető hangja. Nagyon szó, nagyon szó. Akkor Barcelonában sikerült 2003-ban az első VB aranyunkat megnyerni. Akkor csapat elment ünnepelni, és ott volt a városban a Tibi, talán felesége, párja, nem tudom pontosan, a Panni 2003-ban, és a Ginevra. És a Tibi persze el akart menni, meg a Panni és a csapattal mulatni, tehát ott hagyták nekünk a Ginevrát, aki akkor lehetett 5 éves. 4. Na most rábíztuk apura, azaz nem a Fecsóra, hanem a Kássá Zolira. Ő szépen fölvitte, hogy bekapcsolja a rajzfilmet, és elaltatja a Ginevrát. 2 óra múlva, hogy nem jött apu, fölmentem, és azt láttam, hogy Ginevra takargatja aput, aki elaludt, nehogy fázzon. És kiválóan beszélt magyarul, meg is magyarázta nekem, majd lejött és borozgatást nézett végig, azért nem borozgatott velünk, akik ugye aput vártuk vissza. Hát eleinte nem nagyon vettem jó néven, hogy a Dénes maga mellé vette aput, és ha jól emlékszem, az első világversenyeken nem is utazott velünk, hanem csak az edzéseken volt ott Budapesten. Úgyhogy aztán megszoktam én is már, és a fiúk is megszerették, és ők is abszolút befogadták, úgyhogy Szindiben már kint volt, még nem a csapattal, de már utazott utánunk, és utána már nem volt gond azzal, hogy ő is ott van a csapat mellett, úgyhogy
megszoktam. Később a Vasasnál is volt az edzőm. Nem azt mondom, hogy ez az ideális edző-játékos kapcsolat, de nem volt rossz, és örülök, hogy ő is részese lehetett a sikereknek. Amikor először láttam őt, akkor én utáltam őt azért, mert hogy Olaszországból hazajön, a világbajnok, meg volt válogatott edző édesapával, és akkor őt mondjuk is berakják az ifi válogatottba hozzánk, hogy mit keres itt. Ez volt addig, amíg le nem jött edző, és meg nem láttuk, hogy milyen keze van, meg milyen gyors, meg hogy fekszik, milyen visszafekvése van. Van két kedvenc játékosom, akiket a legjobbnak tartottam, abból az egyik a Kása volt, a másik nem magyar. Képes az utcán 30 méter séta után mindenféle testi fájdalmakkal előjönni, hogy ő nem bírja, meg nincs kedve, miközben egy világban, vagy egy olimpiai, vagy egy bajnokok ligája döntőben pedig tátott szájjal nézi a közönség és az ellenfelek is, hogy miket csinál. Nem igazán tudok más mutatni, mint amit érzek. Úgyhogy valószínűleg ez sokszor kijut az arcomra, hogyha éppen túl sok volt az úszás, vagy nem tudom, túl messzire kellett menni egy edzésre, vagy bármi apróság. Az az alázat, ami jellemző volt rá mindig egy mérkőzésen, és az a tudás, vagy az a plusz, amit mondjuk a legfontosabb mérkőzéseken tudott, az mindenképpen a legjobbak közé emelte. Talán én a legjobbnak tartom őt a világon. Hát, hogyha most újra kezdhetném, akkor valószínűleg inkább a tenisztőt vennék a kezembe. Nagyon szeretem ezt a sportágat, és úgy érzem, hogy a tehetségem is meg lenne hozzá. De hát apukám vízilabdás volt, gyerekkoromban úszodákban voltam egész évben, úgyhogy nem bántam meg, azt nem mondom, hogy megbántam, de a teniszezők világa nagyon-nagyon vonz engem. És Bíros Peti búcsú meccsén egyébként ugye volt lehetőségem ismét vízbe szállni, és volt kedvem játszani, tehát szerettem volna egy kicsit még komolyabb a meccs, tovább tart, úgyhogy ott egy picikét elgondolkodtam azon, hogy valóban lehet, hogy kicsit korán hagytam abba, és lehet, hogy majd valamilyen szinten, esetleg egy öreg fiúk szinten majd vissza kéne térni, mert azért jó élet volt ez, tehát nyilván fárasztó volt sokszor, nagyon sok munka volt benne, de azért mégiscsak egy nagyon jó világ volt, és mondhatjuk, hogy könnyű volt olyan szempontból, hogy azt csináltuk, amihez értünk, amit szeretünk. Úgyhogy lehet, hogy lesz még alkalom rá, hogy labdát fogjak a kezembe. Jó kamera, csak szét. Kérlek, rántok úgy. Öregszem. Ahhoz hozzászoktunk, hogy egy ezüstnél vagy egy bronznál egyoldalas analíziseket olvasunk a Nemzeti Sportban, hogy mennyire gyengék vagyunk mondjuk egy EB vagy egy BB ezüstnél vagy bronznál. De amikor nem volt érem, az mindannyiuknak nagyon fájt, mert ez a csapat közel 90%-ban a világversenyeken 16 éven keresztül, tehát a nagyja inkább 12 éven keresztül, érmet nyert. Tehát nálunk a betli az ezüst vagy a bronz volt, és én azt gondolom, hogy amikor nem volt meg az ezüst vagy a bronz, azaz nem a dobogóról hallgattuk másnak a himnuszát, hanem a lelátóról, azok fájdalmas pillanatok voltak. A különbség az volt, hogy az első 8 évünkben 9 aranyat nyertünk, a második 8 évünkben 1-et. Tehát ha csak kívülről fitymálva azt mondjuk kritikusként, nem hozzáértőként, vagy hozzáértőként, hogy hát az utolsó 8 év az már szinte kuka kategória volt, akkor az egyrészt papír szerint mondható erősen így, biztos, annak, aki nem ért hozzá. Másrészt nagyon sok munka volt abban is, de a Dénestől elkezdve addig a játékosig, aki csak egy percet is játszott abban az időszakban a csapatban, az a pár százalék biztosan hiányzott, ami lehet, hogy valakinél 3% csökkenés volt, valakinél 10, tehát nem tudok ilyen pontos számokat mondani, de azt tudom mondani, hogy nem tudtuk azt kihozni magunkból. Különbség, hogy a harmadik olimpiát nem a harmadik olimpiának kezeltük, hanem egy olimpiának, és aztán ebből a rekord felállításból már egy ilyen őrület lett Londonra, hogy akkor már négyszer legyünk négyszer olimpiai bajnokok, és
ha már az ember ebben foglalkozik, hogy a csúcsokat döntsön, és hogy négyszer nyerjen, akkor az már nem ugyanaz, mint hogy egyszerűen csak olimpiát akar nyerni mindenáron, mindenek felett. Előttem az összes csapatkapitány olimpiai bajnok lett, és akkor az enyém regnálás alatt nem sikerült. Ez nekem azért rosszabb volt. Biztos, hogy hiányzott az éhség, ami megvolt bennünk mondjuk még Pekingben. Lefújták az athéni döntőt, rögtön ott a parton, még vizes ruhába, azt mondtam a riporternek, hogy különösen örülök annak a négy játékos aranyérmének, aki ma lett először olimpiai bajnok, és mert mi felelősségünk értük volt nagy, 9 játékosnak, akinek már volt aranya, meg nekem. És a következő hét közepén egyikük itt, egyszer csak a tévében megjelenik, és ugyanabban a pillanatban az úszodának egy másik sarkában ugyanezt a mondatot mondja el, és én nem beszéltem vele össze. Most nem a személy az érdekes, ez a csapat így gondolkodott, és így gondolkodott Pekingben is. Kiderült az is egy-két interjúból, úgyhogy azt gondolom, hogy aki így tud gondolkozni, annak az álmai valóra válnak. Sőt, több vált valóra, mint az álmai, mert ők olimpiáról álmodtak, nem háromról. Volt, aki nagyon csöndes volt, volt, aki nagyszájú volt, volt, aki sokat viccelődött, volt, aki szinte soha nem viccelődött. Volt, aki iszonyatosan jól úszott, volt, aki iszonyatosan erős volt. Mindenkiből volt valami a csapatban. Hogy mindenki elfogadta másikat olyannak, amilyen, mikor miután megismerte, én úgy gondolom ez az egésznek az egyik kulcsa. Ha valaki tutyi-mutyi, akkor azt húztuk magunkkal, ha valaki erőszakos volt, akkor kicsit visszahúztuk. Ha tudtuk, úgyhogy ez egy ilyen közösség volt, hogy senki nem volt tökéletes, tökéleteshez közel is sem, de ha az energiák egyfelé tudnak menni, és le tudjuk nyomni a mélybe a rossz dolgokat, és fel tudjuk hozni a felszínre a jó dolgokat, akkor tényleg szuper eredménye lehet. Alárendeltünk mindent a vízilabda érdekében, tehát alázattal tudtunk hozzáállni. Az volt az első, mindennél fontosabb volt az, hogy sikeresek legyünk. Tehetségesként is az alázat és a szorgalom szavak maximális kimerítésével készültünk. Talán ez a legjellemzőbb erre az időszakra, hogy így felnőttünk együtt, hogy mondjuk engem most bedobnak a vízbe ebben a csapattal, és bizonyos pozícióból kapok egy labdát, akkor tudom, hogy abban a pillanatban, ha én onnan kapom a labdát, akkor tudom, hogy mondjuk a Molnár Tamás ott abban a helyzetben üresen lesz emberelőnyben. És hogyha ezt most csukott szemmel fölébresztenek úgy, hogy nem játszottuk együtt 8 éve, akkor is tudom, hogy ott lesz üresen. Igazából nekünk a munkánk, a hobbink, a passiónk az egy és ugyanaz, az a vízilabda. One Man Show, Vári Attila. Barcelonai VB 2003. Valahogy azon a nyáron az Attila kitalálta ezt, mutatnom kell, amikor gólt lőtt, akkor ez a... megcsokolta a karját és az alkarját, így többször egymás után. És
megbeszéltük vele, megfogadtuk, hogyha a döntőbe bármelyikünk is gólt lő, akkor a gól után ez így előadjuk majd a vízben. Nekem volt olyan szerencsém, hogy gólt lőttem. Telében mutatta a kamera ezt a rendkívül szerény alűrt, vagy gesztust, vagy nem tudom, hogy nevezzem. És azt hittem, hogy ez egy győztes gól lesz, ugyanis 8-6. Ez volt a 8-6, és volt hátra 2 perc talán. Utána persze följöttek hosszabbítás, és aztán végül megnyertük a döntőt. De ahogy engem mutattak, egyből a kispadot mutatták, ahol az Attila fölállt, rám nézett, és fantasztikus érzés volt tényleg. Az, hogy megbeszéltünk valamit, végkezítünk nem csak a vízbe, hanem ilyen hülyeségekbe is. Úgyhogy ez is egy kellemes, kedves kis sztori. Volt egy nagyon egyszerű titok, ugye, ha jól tudom, ez a 75-77-es korosztály, alapvetően ez a Ratko unokák korosztálya, tehát múltkor néztem egy statisztikát, hogy akkor ilyen 180 és 190 ezer közötti gyerek született évente, az elmúlt 20 évben ez a szám, ez 85-90 ezer, tehát durván a fele ugye a merítési lehetőség. Én azt gondolom, hogy ugye nyilván az elsődleges az alapanyag. Tehát az, hogy milyen tehetségesek a játékosok, azaz mit lehet munkával kihozni belőlük. A második ugye az a munka, és abban az időben, amikor ezeknek a játékosoknak utánpótlás korukban az edzőik elvégezték a munkát velük, jó magas szintre tudták a képzettségüket vinni a tehetségük arányában nyilván. Ezt persze tovább kellett vinni a felnőtt csapatban, a klubcsapatban, válogatottban. Tehát volt egy nagyon jó alapanyag, csak itt azért tök halkan megjegyzem, hogy nagyon könnyű most erre a csapatra aranygenerációt mondani. Egyébként aranygeneráció lett, de itt én a letten is hangsúlyoznék valamit. Tehát az attól lett aranygeneráció, mert aranyérmeket nyert. Mi még abban nőttünk föl, hogy ez egy játék. Tehát nyilvánvalóan a két mérkőzés között annyira profik voltunk, hogy fejlődni akartunk, és jobbak akartunk lenni, és mindig odafigyeltünk arra, hogy megtegyünk mindent azért, hogy a következő meccsen jobbak legyünk, de ez nem az a profizmus, ami mondjuk itt Amerikában az igazi nagy profi sportákat jellemzi. Hát ezek a játékosok attól lettek aranygeneráció tagjai, hogy mindig minden körülmények között még egymás negatív tulajdonságait fölismerve, de azt jól kezelve is tudták a helyüket a csapaton belül. A titka? Én azt gondolom, hogy egyénileg nagyon jó játékosok, akik ezeket az egyéniségeket háttérbe tudták szorítani, hogy csapatként egy célért küzdve elérjük ezeket az eredményeket, amiket sikerült. Miközben mindenkinek az elsődleges a csapat volt, azért mindenki pontosan tudta, hogy egy-két nap lehet lézengeni, lófrálni, kicsit lógni, hogy így mondjam, de sokat nem, mert folyamatosan, egyenletesen mindig szükség volt a csapat egyharmadára felére, hogy kiemelkedőt nyújtson. Az egyik legkedvesebb történetem az szintén a Vári Attilához és a Székely Búcshoz kapcsolódik. 2000-ben az Olimpiai faluban eléggé ilyen, hogy mondjam, tábori körülmények között laktunk konténerházikokban, és kaptunk ilyen klasszikus kis olajradiátorokat, amikre ők első nap rajzoltak kis nagyon szép kis kutyafüleket, kutyaarcot, és az volt a kutyusuk, minden nap megsétáltatták a konnektoránál fogva, és volt két művuszó lány, akiknek mesélték, hogy elkapták, amikor beszélgettek, hogy a kutyát megsétáltattad, ó nem, elfelejtettem kivinni, és ott beszélgettek egy jó pár percet, hogy milyen aranyos a kis kutyájuk, és
két lány borzasztóan felvillanyozódott, és mindenképpen látni akarta a kiskutyát, és hát ott volt az igazi kacagás, amikor előkerült az olajradiátor. Önzetlenek voltunk nagyon, és hát ez intelligencia kérdése, tehát hogy tényleg olyan játékosok jöttek össze, akik ezt felfogták, és tudták, hogy egy célért küzdünk, plusz a tehetség. Tehát tényleg az, hogy ennyi fantasztikus klasszis jött ki ebből a generációból, ez szerencse is. De szerencse kell a győzelmekhez. Különleges kombinációja a tehetségnek, hogy a tehetséget lehet szétosztani még, ki mentálisan volt ügyesebb, kinek a kézügyessége volt olyan a labdával, a labdaérzéke, kinek a vízfekvése, ami tényleg majdnem, hogy egyedülálló. Összehozva azzal, hogy a Dénes egy Olaszországból hozott kicsit a jugoszláv stílussal, hiszen sok edző volt kint abban az időben a Jugoszláviából. Jugoszláv stílussal kevert olasz mentalitást hozta egy picit be, de a magyar vízilabdára építve maximálisan a kreativitásra, improvizációra és erre a személyes szabadságra, de a taktikai kereteket mégis betartva. Ez a bimbózó, gyökerező korosztály, vagy nem gyökerező, ez egy rossz kifejezés, tehát a bimbózó, bontakozó korosztály találkozott a Benedek Tibiék, Varga Zsolték féle korosztállyal. Ez egy nagyon szerencsés és nagyon jó elegyet alkotott. Úgy tudtak csapategységben élni, hogy mindenkinek a meglévő esetleges negatív tulajdonságait, és most magam kezdem itt az első helyen, el tudták fogadni a közös cél érdekében, és inkább mosolyogtak csak rajta, mint hogy odáig ment volna bármi ilyesmi, ami az eredményesség rovására ment. Ott mi nagyon amatőrök voltunk, tehát magukon a meccseken mi a világ leglelkesebb amatőrjei voltunk, és pont ezért borzasztóan szerettük a játékot is, és egymást is, és ez folyamatosan erősítette. Hiszem a Bíros Péterrel töltöttem a legtöbb időt, akivel együtt játszottam az Újpestben, Becsében, utána 6 évig a Honvédban, 1 évig Máltán, de azt hiszem, hogy a mai napig tudunk egymásnak újat mutatni, és bármikor, bármire szükségem van a Petire, 1000%-osan számíthatok. Ugye most is a Peti búcsú meccsén találkoztunk, és borzasztó jó érzés volt, ugye újra egymás között lenni. Nem csak egy olyan kapocs volt közöttünk, ami munkatársi, hanem azt gondolom, hogy egy barátinál majdnem mondhatnám, hogy testvéri ez a kapcsolat, ami köztünk van, és azt hiszem, hogy ez a életünk végéig el fog minket kísérni. 2005-ben volt talán valami világliga meccsen, kikaptunk New Yorkban a horvátoktól, és Dénes összehívta a csapatot, és vártuk egy kis lecseszést, és ehhez képest, ha jól emlékszem, meghívott mindenkit egy italra, és gratulált, hogy több mint 1 évig megnyertünk minden meccsünket, vagy nem kaptunk ki legalábbis. Ez a magyar virtus. Kikapcsoltál? Most kezdjük el. Ezeket a fölben, ez ott jellemző az egész szabad napot kaptunk, és a csapat fele eldöntötte, hogy lemegy a tengerpartra, és megnézi a 12 apostol nevezetű sziklaképződményt, és gyönyörű napnak indult, és indulás előtt még a Dénes közölte, hogy azért fél hétre vissza kellene érni, mert van egy közös program. Nyilván ez egy kicsit átszervezést igényelt volna, de újra tervezés nem volt, elindultunk. Jól éreztük magunkat, lementünk a tengerpartra, ebédeltünk, majd elindultunk a célállomás felé. A térképen nagyon közelnek tűnt, 2-3 centinek, és délután 2 óra volt, amikor láttuk, hogy odaértünk a bejárathoz, és onnan még írták, hogy még 240 kilométer. Pár másodpercig hezitáltunk, de nem tudtunk megfordulni, ezért inkább tovább mentünk. A küldetést teljesítettük,
Majd 7:30-kor elkezdtük kapni a telefonokat, hogy mikor érünk vissza. És mondtuk 20 percenként, hogy úton vagyunk, mindjárt ott vagyunk, de pontosan tudtunk, hogy 400 kilométerre voltunk a hoteltől, tehát sanszunk nincs. Elég kellemetlen volt. És egy hasonló szitu volt a Fodorról, mi valamikor odaértünk 8 óra helyett, vagy fél 8 helyett 11-re a vendégségbe, akkor tudtuk, hogy be kell lépni, és a DNS személybe kell nézni, és egy hasonló méretű nevetésbe törtünk ki a Rajmival. Utána, amikor a DNS személybe kellett nézni, egy kicsit kellemetlen volt, de szerencsére megértette, és nem volt különösebb következménye. As the first team to be inducted into the Hall of Fame. I remember growing up and watching people winning prizes, Oscar, you name it. They never forget to thank to them parents, sacrificing and creating the foundation for their future success. So this is the moment to thank all the moms of the six of us. Without these mothers, we wouldn't standing here in front of you all today. And of course, I am not going to thank to my teammates' wives, but I want to thank to my own Panni. Thank you so much for your support in over the years. After the third Olympic gold, people kept asking me the reason for or success. What is the reason for these six players, the ones rise above the others? Of course, we needed outstanding talent, the trust of Danish in us, but above all, the daily determination, wanting to be better than the others every single training. During the course of history, we have 8 players who have won 3 Olympic gold medals, and now we have 6 of them here. Here they are, I'm very proud of them. I wish to say thank you to the other 15 players who were the members of the team, teammates of them, because otherwise they do not win the 3 Olympic golds in a row. So thank you for them. And at the very end, I have a personal finish. I was inducted as a honoree 5.5 years ago in Fort Lauderdale, and nobody understood the reason. Now you can see the reason they are here. Thank you, boys. Thank you very much. Can you guys step up to the front? Assembled now, inductees in the International Swimming Hall of Fame. Still recall my name, and the month it all began.